Üdvözlöm a kedves nézőket! Ez itt a Világ zsidó szemmel, a nagyjából szokásos csapattal, Rajer Péter kivételével ezúttal, a Balomon Gyarmati István nagykövet, mellette Kovács András, az Origó fő munkatársa, és M. Kende Péter, a Heti TV főmunkatársa. Mondható ez? Legyen. Még ilyen nem volt, de jó, legyen. Jó lesz. Hát tényleg mondani annyi mindent lehet. Főleg, ha az Origó is ilyen. Hát a mai napon, ugye 2024. április 15-én hétfőn, azért rögzítem az időpontot, mert ezen a napon nagyon sok téma nem érdekli az embereket, egy érdekel mindenkit, hogy mi lesz a Közel-Keleten, mi lesz az izraeli, iráni adokkapok után, ha egyáltalán adokkapokról beszélhetünk. Nagykövet úr, adokkapokról van szó? Most ugye a szombaton éjszaka. Szerintem ez egy ilyen alibi támadás volt az irániak részéről, hogy több dolgot elértek, hogy egyrészt otthon mutatták, hogy ők tudnak támadni, meg megtámadnak, és hát ugye össze-vissza hadozzák szokás szerint a sajtót, hogy milyen eredményes volt. Másrészt megszabadultak egy csomó elavult eszközöktől, mert ez látszik, hogy nem a legmodernebb eszközöket lőtték ki. Bocsánat, mert ezt rögzítsük, csak azért, hogyha majd 10 év, meg 30 év múlva nézi valaki ezt a műsort, hogy két nappal, sőt igazából szűk két nappal vagyunk egy súlyos iráni támadás után. Remélem, hogy nem történelmi jelentőségű pillanat ez az esemény, amikor 300, hát úgy mondják, hogy lövedéket, ugye, ilyen repülőtárgyat parittyáztak Izrael irányába, ami közül sok, nem is tudom, 170 talán drón volt, ugye, hogyha jól emlékszem. Igen, nem tudom pontosan, de lényeg az, hogy alig volt olyan, amelyik elérte egyáltalán Izrael légterét, hiszen az amerikaiak, a britek és érdekes módon a jordánok nagyon sokat lelőttek közülük, és hát ami aztán elérte Izraelt, az a vaskupola áldozata lett szokás szerint. Igen, mert itt érdemes rögzíteni, tehát hogy a háromféle eszköz, amivel támadtak, az egyébként az orosz taktikára hajaz, mert ők szokták ezt csinálni az ukránokkal, de a három az teljesen különböző veszélyt jelent a célpontra, hiszen ugye a drónok azok baromi lassúak, azok nem is tudom, hogy 5-6-7 óra alatt érnek el Iránból Izraelbe, akkor a második az a manőverező robotrepülőgép, ugye, amit ilyen cirkáló rakétaként is szoktak emlegetni. Ami igazából szintén drón. Ami szintén drón, csak gyorsabb, de annak is kell, tehát annak is van egy kifutási ideje. És igazából a legnagyobb veszélyt a ballisztikus rakéták jelentik, amik fölmennek az űrbe, és gyakorlatilag így függőlegesen, előre nehezen kiszámítható ponton érnek le. Sokan vannak az elemzők közül, akik szimbolikusnak nevezik ezt a támadást, pont ezért, mert hát a drónok meg a manőverező robotrepülőgépek, hát az olyan furának tűnik, nem? Hát azokat még sima vadászgépekről, meg ütegekkel le tudták lőni a jordánok. Meg a távolság. Ezeket ugye említetted, hogy az orosz-ukrán háborúban használják ezeket, csak ugye ott a távolság nem... Pár száz kilométer, csak itt meg nem is tudom, 1500 a minimális pontosan, tehát hogy plusz még nem tudom, hogy véletlenül, még azért kimaradt ebből, azért számítsuk hozzá a 100 darab Hezbollah által kilőtt rakétát is, ami Észak-Izraelt érte el ebben a időintervallumban a támadásnál. Tehát hát azok nem rakéták, azok inkább ilyen aknagránátok. Azt is egyesek hozzászámolják, egyes elemzők az támadáshoz. Hogy az is iráni búzítással történt minden bizonnyal. Az biztos, ugye, hogy most valószínűleg az fog történni, hogy, vagy legalábbis a reményeim szerint az fog történni, hogy most akkor szépen mindenki vesz egy mély levegőt, és néznek egymásra a felek. Tehát, hogy nem lesz csapás, ellencsapás, még ellencsapás, meg annál is ellenebb csapás. Mert a felvételünk időpontjában ez izgatja az egész világot. Azt mondta, hogy azt mi lesz, hogy lesz-e izraeli válaszcsapás, és ha lesz, akkor az a közel-keleti háborúnak a kitörését jelenti, ami akár a harmadik világháborút is jelentheti. Azt olvastam ma reggel,
még a, a felvétel előtt nem sokkal, bocsánat, akkor így pontosabb, hogy ugyan az Amerikai Egyesült Államok, amelyik még az iráni támadás előtt... Április 15-i hétfőn délelőtt rögzítjük az adást, tehát lehet, hogy már este többet fognak. Bejelentették, hogy azért odafigyelnek nagyon erre a történésre. Most azt mondta, most olvastam reggel, hogy az izraeli ellencsapásra viszont inkább azt mondják, hogy azt nem. Azt ők nem támogatják. Biden azt mondta az irániaknak is, hogy don't, ne csináljátok, és most ugyanezt üzeni a Netanyahu-nak is, hogy don't. Ezzel együtt a ma reggeli hír, hogy az izraeli védelmi kabinet, vagy nem is tudom, háborús kabinet ellencsapásról döntött, de nem határozták meg az idejét és a mikéntjét. Ez kicsit ilyen dodonai döntés, fogalmazzunk így. De ne felejtsük el, hogy a múlt héten ugyanez volt Iránba, akik ugyanezt mondták, hogy lesz válaszcsapás, de nem határozták meg az idejét. De aztán elmesélték az idejét mégis, utána úgy döntöttek, de egyébként is én nem hasonlítanám össze még ennyiben sem az iráni, meg az izraeli döntéshozókat, meg a döntéshozatali rendszer. Az irániak hazudnak egyszerűen alapvetően, az izraeliek meg csak akkor hazudnak, ha muszáj. És az nem lehet, hogy bizonyos elemzőknél olyat is olvastam, hogy Irán szándékosan nem akart, tehát szándékosan szimbolikusnak szánta ezt a csapást, és igazából nem akart nagyobb bajt okozni. De ezzel együtt és azért azt is rögzítsük, ez csak az igazság kedvére, hazudnak meg minden, az igazság kedvére rögzítsük, hogy katonai célpontokra irányultak ezek a lövedékek. Az egyik a Hermon hegyen levő izraeli ilyen felderítő bázis, ami gyakorlatilag a szíriai és libanoni légteret tartja, hát nem ellenőrzés alatt, de figyelemmel. És a másik pedig a Nevatim, ugye úgy hívják Nevatim bázis, a Neges-sivatagba, ami viszont az F-35-ösöknek a főbázisa, onnan szoktak csapásokat mérni a Szíriába levő iráni célpontokra. És tulajdonképpen ezt a kettőt célozták meg, és a Nevatimot azért egy kicsit eltalálták, nem? Nagykövet úr. Az izraeliek is mutatnak, hogy ilyen lukakat kellett. Az a lukakat én is láttam. Igen, repeszekestek, de nem csapódott be a maga a akármi, ami oda tartott, hanem ugye lelőtték, és aztán ugye az a sajátossága, hogy akkor utána szétesik, és ilyen repeszek lesznek, ami aztán becsapódott valahova. Adott esetben éppen erre a bázisra. És itt rögzítsük, hogy ugyancsak, tehát valószínűleg a Nevatim bázis célozta az a rakéta is, aminek a repeszei sérülést okoztak, majdnem megöltek egy muszlim kislányt, egy beduin kislányt ott Berseba. Igen, azért mondjuk az egy érdekes dolog, amikor egy katonai bázison egy 9 éves beduin kislány sétálgat, szóval. Nem a bázison történt. Igen, ez, hanem a bázisra tartó rakétának a repeszei. Igen, azért mondom, hogy ez egy repesz volt. A támadásnak szerintem a legfőbb érdekessége, amiket én is olvastam még, itt egyesek arra spekulálnak, hogy milyen jól is jött ez Netanyahu-nak, ez az egész dolog. Most, hogy már ugye beszéltünk az előző adásban, meg előtte is, ugye, hogy komoly tüntetések voltak Jeruzsálemben, Tel Avivban, most már egyértelműen a elhurcoltak családtagjai, most már a miniszterelnök távozását követelték, korábban ugye erre nem volt példa még, ezeket mind átbeszéltük, és egyes elemzők most azt mondják, én főleg nyugatiakat olvastam be valami őszintén, hogy ez a támadás valamilyen szinten stabilizálhatja a Netanyahu és a koalíció helyzetét. Ráadásul még ráadásul el is mondhatják, hogy milyen sikeresen elhárították az egészet, mert nem sérült meg senki. Emberi életben nem esett kár. Illetve csak egy beduin kislány sérült. Illetve ugye, ahogy az Istvánt idézem az előző mondat, tehát az izraeliek csak akkor hazudnak, ha muszáj. Tehát, hogy nem ők hárították el teljes mértékben ezt a támadást. De ezt elismerte az amerikai, francia és brit fél is. Na most arról viszont keveset szólnak az elemzések. Izraelben van egy ilyen hurrá hangulat, hogy győztünk, de azért olvastam olyan elemzést is, hogy azért nem azt szoktuk győzelemnek hívni, amikor kivédünk egy gólt.
Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy, hogy azért itt azért a költségek. Hát azért $1 milliárd becsülik ennek az elhárításnak a költségeit. Az a kérdés, hogy ha véletlenül, ne adj Isten, még egy ugyanilyen történne, képes lenne ugyanez a koalíció, mert hiszen egy de facto védelmi koalíció állított el ezt a veszélyt, képes lenne egy ugyanekkora támadást kivédeni? Biztos. Arra még futja, még $1 milliárd? Mindenre futja, hát ugye ezek az eszközök, amiket a britek meg a, hát főleg az amerikaiak oda vittek, azok azért nagy háborúra készültek. Tehát bírni fogják a terhelést? Igen. Hát a végtelenségig nem, de még egy darabig biztos. Uh-huh. És az is valószínű egyébként, ha még egyszer csinál ilyet Irán, akkor ez már nem fog válasz nélkül maradni. Jó, tehát... Vagy se tudjuk még, hogy válasz nélkül. Tehát a nagykövet úr... Hát jó, de akkor most tegyük meg a tippjeinket, tehát a tétjeinket. Nagykövet úr akkor azt tippeli, hogy nem lesz tovább. Na, nézzük először, lesz-e izraeli válaszcsapás? Mert az irániak azt mondták, ha nem lesz, akkor részükről le van zárva az ügy. Jó, hazudnak, de akkor is ezt mondták. Ebben szerintem egyébként valóban ezt gondolják, ezzel is próbálják kivédeni az izraeli ellencsapást, de nem ez a fő oka neki, hanem az, hogy értelmetlen lenne. Azért ezt elég nehéz elmagyarázni, meg katonailag indokolni, hogy történik egy támadás, aminek gyakorlatilag semmi következménye nincsen, semmi rombolás nem történik, hogy akkor én most nagyon oda csapok, ez azért elég furcsa lenne. De kezdjük azzal, szerinted lesz-e izraeli válaszcsapás? Ezt mondom, hogy szerintem nem. Ja, hogy szerinted nem lesz izraeli válaszcsapás. Szerinted? Szerintem lesz izraeli válaszcsapás valamelyik térségbeli proxy, iráni proxy ellen. Tehát nem maga Irán. Hogyha tehát pofán vágják valamelyik csicskását. Igen. Arra pestiesen szóval. Irán területén konkrétan, arra én is nemet mondok. Hogyha ez a kérdés, hogy Irán területén. Tehát Hezbollah, iszlám dzsihád. Hát ahhoz nem kell. Ahhoz nem kell ok, az mindig jól jön. Csak ugye erre hivatkozhat az iráni fél, mert ugye azáltal, ez egy fontos szempont szerintem, ugye eddig azt mondta Irán, hazudta, hogy neki semmi köze nincs a Hezbollahhoz, semmi köze nincsen a Hamászhoz, semmi köze azt nincsen. Azt nem mondta, hogy a Hezbollahhoz nincs, azt mondta inkább, hogy a Hamászhoz, tehát hogy a szunitákhoz nincs köze. Nincs köze a Huszikhoz, már régen beszéltünk róluk. Igen, ez egy nagyon fontos momentum, hogy nagyon sok elemző ezt emeli ki, hogy arra mindenképpen jó volt, hogy volt egy ilyen coming out. Tehát coming out kell fölfogni ezt a dolgot, igen, hogy ezek után Iránnak tehát nyíltan csinálhatja, hogyha úgy tetszik. Nyíltan csinálhatja, és akkor, hogy tegyük fel... Viszont az ellene fellépők is nyíltan léphetnek föl. Igen, tegyük fel, lebombáznak valamit az izraeli fél Libanonba vagy Szíriába, akkor lehet, hogy amit előbb említettetek, hogy Irán nem fog semmilyen lépést tenni, hogyha nem lesz semmilyen válaszcsapás, akkor ez törlődik ez a kijelentés már, mint hogy akkor egy ilyen spirál elindulhat. Jó, tehát te arra tippelsz, hogy valamelyik ilyen proxy, csicskáját igen. Fogják meg büntetni. Péter? Én meg pont azért, amit az Andris az előbb felvetett, azt gondolom, hogy tehát minden, nem. Tehát, hogy nem lesz irántérő csapás, és egyelőre egyik csicskását sem fogják fölpofozni. Tehát a csicskás általában szokták, ahhoz nem kell ez a támadás. Jó, de most speciál, pont ezért, hogy... Hát de nem tudod, most egy nap múlva történik, vagy 10 nap múlva, vagy akkor 10 nap különbség. Megcsoda különbség, hogy egy nap vagy 10 nap múlva történik. Hát tehát most nem. Na most ne felejtsük el, hogy mindez ugye a gázai háborúnak a kontextusában értelmezendő, bizonyos értelemben, ahol Izrael... Hát, hogy mondjam, nem tudom, én azért kimerem mondani, hogy eléggé megrekedt ezzel a háborúval Izrael. Több szempontból is, ugye a nemzetközi megítélés szempontjából is, ami az izraelieket igazából nagyon nem érdekli. Viszont a nagyobbik probléma az, hogy megrekedt a túszok kiszabadítása, meg egyáltalán a hadi céloknak a megvalósítása szempontjából, hiszen azzal a nagy arccal vágott bele ebbe Netanyahu ebbe az akcióba, hogy megsemmisítik a Hamaszt. Ami ugye már az első pillanattól beszéltünk, hogy talán egy kicsit
túlzott a retorikai túlszaladás, de úgy tűnik, hogy az idő ezeket a kételyeket igazolja. A kérdésem az az, hogy szerintetek Izraelnek a kreditje a nemzetközi hitelességének hitelességében visszahoz valamit ez az iráni támadás? Nem. Mert mégiscsak Izrael megint egy sértett félként szerepel. Péter, szerinted nem? Szerintem nem. Bár visszahozna, de nem. Nem hoz vissza. Nem látom ennek valószínűséget. De ezzel együtt mindenki elítéli. Tehát itt az persze, tehát, az igaz. Tehát azért azt szögezzük le, hogy akármi is történt, itt nagyon fontos következményei vannak. Egyrészt ugye a coming out, tehát az egy nagyon fontos következmény, hogy Irán ezután nem lesz kénytelen, és akik az Irán proxyjait támadják, azok se lesznek kénytelenek vélelmezni, hogy Irán áll mögöttük. Tehát egyrészt van ez a coming out effektus. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, és ami csak ebben az éles helyzetben jöhetett elő, ez a de facto nemzetközi koalíció, nem? Amelyikben még Jordánia is bekapcsolódott az elhárításba, a támadás elhárításába. Nem? Ez volt múlt héten arról beszéltünk itt a Vézsiezben, te is felvetetted, ezt én is hasonlóképpen láttam akkoriban is, hogy akkor még nem tudtuk, hogy lesz-e konfliktus, hogy abban a pillanatban, múlt heti pillanatban sok szereplőnek volt úgymond érdeke, hogy valami történjék, hogy létrejöhessen esetleg egy nagyobb ilyen koalíció. Úgyhogy Amerikát még jobban bevonni ugye ebbe az egészbe. Most sikerült bevonni, és akkor most itt a vége a történetnek. Eddig jutottak. Ami nagyon fontos, hogy eljutottak, de eddig jutottak. Nézzük a következményeket. Tehát Izrael tud-e profitálni bármit is ebből a helyzetből? Én figyeltem egy élő adást, miközben történt ez a támadás, akkor még nem tudtuk pontosan, hogy mit lőttek ki, mennyit lőttek ki, egyáltalán milyen képességei vannak ezeknek. Hát össze-vissza mondták, hogy pár tucat drón. Pontosan. És akkor ugye akik csinálták ezt az élő közvetítést, döbbenten állapították meg, hogy Egyesült Államoktól kezdve a világ minden részéig, többen elkezdtek kirakni olyan feliratokat, hogy I stand with Iran. Tehát, hogy amiről te beszéltél előbb, hogy a Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, van egy ilyen egyértelmű koalíció Izrael mellett, de úgy tűnik, hogy az utca hangjában nincsen változás, hogyha én is láttam ezeket a Twitteren feltűnni ezeket a bejegyzéseket, tehát hogy sokan egyértelműen örültek a nyugati világban az iráni támadásnak. Ez egy fontos, tehát lehatárolom, most hagyjuk a többi részét a dolgoknak. Attila mondta, megrekedt a gázai háború, és a gázai háború kommunikációs szempontból is megrekedt. Tehát Iránnak drukkoltak? Iránnak drukkoltak, aztán gondolom, ezután jön a csalódás, volt valószínűleg ezek között, az emberek között volt egy csalódás, hogy ez a támadás volt. Tehát, hogy semmilyen eredmény nem ért el a általad említett, meg én is láttam azt a pár darab lyukat, teljesen értelmezhetetlen felvételek ezek, mert nem vagy ott. Hát ilyen brazil erdőtüzekről raktak ki az iráni tévében. Igen, pontosan, tehát képeket bárhonnan össze lehet vágni. Jó, tehát szerinted az utca hangja a sajnos nem változik. Nyugaton nem változott, sőt, de a diplomáciában azért nagyon erős hangsúlyátódás van, nem? Hát az Egyesült Államok az utolsó napokban már agyon csesztette Izraelt, hogy most már ne így csinálja, most már hagyja már abba ezt a gázat, meg mit tudom én, és egyértelműen Izrael mellé állt mindenki a biztonsági tanácsban is. Azért ezzel ne lepődjük meg, ez mindig is így volt, csak az a kérdés, hogy melyik problémáról beszélünk, és melyik volt akkor abban az időben, éppen az előtérben. Amikor egy Izrael elleni ilyen nyílt támadás, akkor nyilvánvalóan azok is felsorakoznak, akik kritizálják azért, ahogy a civil lakosságban bánik beleértve az amerikaiakat. Én ebben nem látok különösebb változást. Most erről van szó, majd hát ugye most is van egy olyan, hogy tűzszünetet
próbálnak összehozni. Most is van olyan, hogy azt mondják, hogy ne támadjanak vissza a Rafah offenzív, amire egyébként Netanyahu vagy valamelyik miniszterem, emlékszem, azt mondta, hogy hogy Rafahot nem fogják addig támadni, amíg az Iránnal való konfliktus nem rendező, nem fejeződik be. Szóval elég bonyolult a dolog, és mindig attól függ, hogy mikor, miről beszélünk. Ez egyébként jelenti azt az ellencsapásokra, lehetséges Izrael ellencsapásokra adott választ, vagy lehetőséget is. Tehát amennyiben ezt valóban, ugye ezt mondja az izraeli kormány, hogy ezt a Rafahi konfliktust, hogy Rafahot addig nem támadják meg, amíg az iráni konfliktust le nem zárják, ez azt jelenti, hogy most szépen mindenki, ahogy mondtam az elején, vesz egy mély levegőt és néz a másikra, és egyelőre nem lépnek. A gond, hogy az iráni konfliktust ugye tágabb keretben nézve elég nehéz lezárni, mivel nem, itt de van. Most erről van szó, erről igen. A csapásváltásról. De... Igen, de maga a probléma, hogy Irán atomfegyverhez juthat, az továbbra az... is teljesen megoldatlan. Így van. Igen, ráadásul ugye megint visszajön Rafah, és azt gondolom, hogy sok hibát követett el az izraeli vezetés. Az egyik az, hogy most már 6 hónapja húzza ezt a háborút. Igen, ezt bocsánat, mert felvételünk pillanatában ott tart a gázai hadjárat, hogy Izrael gyakorlatilag elfoglalta egész Gázát, és most Rafah, tehát az utolsó milyen ez helység? Város. Város. Ami az egyiptomi határon van, oda szorult be körülbelül 1 millió palesztin menekült, meg a Hamásznak a maradéka, és most az a kérdés, hogy mikor támadja meg. Csak azért, hogy kontextusba érjük. Igen, de mondom, ez a rész, ez is 6 hónap, azt gondolom, hogy óriási hiba volt ilyen hosszú ideig húzni. Ez a Rafahi húzavona, ez meg aztán még tovább probléma, és ezt nem lehet kihagyni. Rafahot és az ott lévő 6-7-8 Hamas zászlóját nem lehet kihagyni ebből a műveletből, akkor sem, hogyha ott rengeteg civil van. És ez nyilvánvalóan rontani fogja, tovább fogja rontani Izraelnek az imidzsét a világban, de gyorsan be kellett volna fejezni, és akkor már de mi fogja rontani, hogyha megtámadja, vagy hogyha nem megtámadja? Ha megtámadja, de nem teheti az. Meg, hogy nem teszi. Tehát igen, de most azért egy kicsit próbáljunk meg a dolgok mögé nézni, mely valamelyikötök mondta, hogy addig nem indítja meg ugye az inváziót, amíg az iráni konfliktusban nem fejeződik. Igen. Most ezzel párhuzamosan van egy másik hír, ami szerint a Hamásznak az az ajánlata, hogy 6 hetig, hogyha 6 hétig béké hagyják őket, magyarán 6 hetes tűzszünetet sikerül elérniük, akkor a 6. hét végén elengedik a túszokat. Lehetséges, hogy esetleg az izraeli politika erre játszik rá, és azt mondja, hogy jó, akkor húzzuk 6 hétig ezt az iráni ügyet, és akkor hát a visszakapjuk a túszokat? Bocsánat, még ehhez, amit te mondtál, hozzátenném, hogy én ezt elolvastam, ezt a Hamas ajánlatot, ebben az szerepel, még azon kívül, amit te mondtál, hogy ha 6 hét plusz, utána akkor lehet bármilyen megállapodás, hogyha egy izraeli túszér cserébe 60 bebörtönzött palesztint adnak, valamint kérnek azt hiszem 10 vagy 20 izraeli túsz fejében körülbelül szintén azt hiszem 60 darab életfogytiglanra ítélt terroristát cserébe. Tehát, hogy így teljes a kép, hogy egy ilyen ajánlatot nem tudom, hogy elfogadhat-e Izrael. Én szerintem, ami látszik, Netanyahu ezt az ajánlatot nem fogja elfogadni, pont. Hát volt ilyen, de... Hát egy az egyben nyilván nem fogja elfogadni, de ezért kérdezem, hogy ez lehet egy kerülő út neki, hogy nem fogadja el, de 6 hétig mégis béké adja őket, mondvá, hogy most itt csak van az addig, a virány. Csak addig újabb fegyverekhez tud jutni a Hamas, amiből... Hát ez a cél. Ez a cél, persze. Ezért teszik a javaslatot. Igen. Most elvileg mondhatjuk, hogy fegyverszünet van, mert konkrét katonai akció nem történik jelenleg. Ki is vonták az izraelit. Ki is vonták, tehát a műsor, ahol most fölvettük, most nincs fegyveres harc. Na tehát akkor mindenképpen azt próbálom meg feszegetni, hogy abban foglaljatok állást, akkor most ketté bontom a dolgot. Tehát Izraelnek a globális helyzete, hogyha úgy tetszik, támogatottsága, és itt most nem az utcára gondolok, hanem nyilván politikai. Nyilván olyan támogatásra, ami ér is valamit. Tehát az utca is ér valamit, de csak másodlagosan. Tehát, hogy globálisan, illetve regionálisan a Közel-Keleten szerintetek Izraelnek erősödik a helyzete, gyengül a helyzete, vagy tök mindegy.
Ez nehéz, mert a regionális azért nehéz, mert ugye most megint lehet, hogy csacsiságot fog mondani, de bevállaljuk. Ugye ez az egész mostani konfliktus, erről reggel az Istvánnal beszélgettem, illetve fölvetettem neki, hogy nagyon jó Vlagyimir Vlagyimirovics Putyinnak, aki most elégedette hátradől is kavargatja a novicsok nélküli tejáját. Egyelőre. De ugyanakkor egy másik szempontból nézve, főleg úgy, hogy az olajárakat ez egy ilyen, ez a konfliktus, az egekbe fogja repíteni. Nem fogja. Én, ezen már túl van. Mindenki ezt nézte, és elsőre nem. Elsőre nem. Azt mondták a piacok, hogy ez nem volt semmi, nem érdekes. Akkor viszont jó. És a piacok azonnal reagálnak, és ezen tényleg túl vagyunk. Akkor viszont azért jó, mert akkor az Izrael regionális helyzetét mondjuk, már ugye nem olajtermelő országról beszélünk, de ugye a partnerei, akik ott vannak mellett, azok között ott jelentős olajtermelő országok vannak, tehát akkor ez a regionális helyzetét talán nem fogja rontani, vagy nem rontja. Ami erősíti Izrael regionális helyzetét, a kérdésedre válaszolva, az, hogy Szaúd-Arábia szerintem most már jobban érzékeli azt a veszélyt, ami Irán rá is jelent. Most már, ahogy a coming outról beszéltünk a műsor elején, ez most már a szaúdiak számára is világosá teszi, hogy itt nem csak egy retorikusai... Meg a világ számára, nem? Mert egy világ számára, persze. Mert eddig ez egy ilyen sötét ló volt, mondtunk rá kígyót, békát, hogy ezek gonoszok, de végül is azért mindig ott volt a háttérben, hogy tehát 3000 éve nem támadtak meg senkit közvetlenül, és akkor most viszont de. Igen, ez nincs ebben változás, ugye én azt gondolom, hogy Izrael biztonsági helyzete javult, de jó volt előtte is már ebben az összefüggésben, és a világ támogatása eddig is mögötte volt. A másik oldala az éremnek az meg, hogy tovább romlott, az eddig is rossz imidzse Iránnak, illetve Izraelnek. Igen, de én arra gondolok, hogy ugye a tágabb kontextus az mégiscsak az, hogy ki fogja uralni a Közel-Keletet, hogy Irán fogja uralni, és az ő csicskásai, csicskái, vagy Szaúd-Arábia az Egyesült Államokkal a háta mögött, és az ő szövetségesei, aki közé bekerül-e Izrael. Tehát tulajdonképpen erre megy ki a játék. Már bekerült, ez már nem kérdés. Tehát na de épp ez a lényeg. Tehát ezzel talán egy kicsit megerősödött ez a koalíciós kényszer. Valószínűleg ilyen. Ugye? Aha. Tehát Izraelnek a regionális középhatalmi, középhatalmi pozícióját végül is akkor ez erősíti, nem? Jól értem? Nem gyengítette. A biztonsági kérdésekben igen, ahogy mondtam. Tehát közelebb hozza. Elválik egymástól ez a biztonság meg az image probléma sajnos. Hát vagy nem sajnos. De a lényeg az, tehát hogyha jól értem, akkor a szunita arabok most kevésbé fognak hezitálni, ugye, Izraellel kapcsolatban. Hát igen, ugye Jordánia látszik, hogy bekapcsolódott, ugye nem láttunk erőteljes reagálásokat se Egyiptomból, se Szaúd-Arábiából, se Törökországból, szóval ezek érdekes, hogy ezek a szunita államok egy kicsit csöndben maradnak, ugye hát Putyin elvtárs megtette magáét. Igen, ez lenne a következő kérdésem, hogy a világ hogyan reagál? Tehát a nyugati világ az gyakorlatilag teljesen egyöntetően, beleértve Orbán Viktort is, gyakorlatilag teljesen egyöntetően, vitathatatlanul és minden mellék zönge és kritika mentesen egyértelműen Izrael oldalára állt és Irán ellen foglalt állást, Iránnal szemben, de viszont kevesebbet lehet hallani, hogy áll ehhez a dologhoz például Brazília, Argentina, Kína, Oroszország. Tudom, hogy csomót lehet, de most halljunk itt is. Oroszország túltett még saját magán is az álszentségben és a bofátlanságban, hogy önmérsékletre szólítja föl mindkét felet. Ezt nem is akarom már tovább kommentálni. De már az iráni támadás előtt is. Állandóan önmérsékletre szólít föl mindenki magán kívül. Szerintem ez nagyon mértéktartó politika. Főleg hiteles egyébként. Ami érdekes Kína, hogy Kína, ez adok is, meg kapok is, de sokkal erősebben kritizálta Iránt, mint Izraelt. Van egy hosszú passzus, amikor Iránt kritizálja, és viszonylag röviden azt mondja, hogy de a szíriai támadás az se volt egy jó dolog.
Ezt a Brazíliától meg őszintén szóval nem ájulnék el, mert nagyon messze vannak. És Indiát sok... nem hallottam, hogy Indiát igen, nem még érdekes. Egy... India igen. Fontos, egyébként Brazília fontos, nagyon nagy ország, és egyre befolyásolja. India most nem nagyon fog mozgulódni, mert választások azt hiszem most hétvégén kezdődnek, az egy komoly logisztikai lebonyolítás is gyakorlatilag. Tudod, is... hány szavazókörzet van Indiában? Szerintem azt mondom, hogy 200-300 ezer, vagy inkább körzet, milli. Körzet, 7000 van. Körzet 7000. Beszélgettem az indiai választási bizottság elnökével, és mondtam, hogy hát azért kéne, hogy hívjanak megfigyelőket. Választásra mondtam én okosan, zseniálisan, és erre azt mondta, hogy hát nagyon szívesen azt mondja, hogy ha jön a 7000 körzet, mindenhova küldenek két megfigyelőt, nagyon szívesen látjuk egyet. Nem, ugye ott most erre figyelnek szerintem. Persze, de hát azért valamit kell neki. Na de várj, de Indiával kapcsolatban azért rögzítsük néhány dolgot. Először is a világ legnépesebb országa lett hirtelen nyílve. Ez nem annyira köztudomású, tehát ezt azért erősítsük meg. Tehát egy nagyon technológiában is egy nagyon feltörekvő országról beszélünk, tehát már egyáltalán nem az a... világ legnépesebb országa most igen. Már. Pont ezt mondom. Tehát, hogy időközben a világ legnépesebb országa a technológiában is nagyon, tehát már nem a gettó milliómosoknak a sártengere ez a történet, tehát nagyon is komolyan kell venni. Ebbe a BRICS-es ilyen szervezetben is egyre komolyabb szerepet vállal. Te viszont, nagykövet úr, most figyeljél, mert egy nagyon fontos barba trükkre szeretném felhívni a figyelmet. Ugye Pakisztán és India hagyományosan ellenségek, olyannyira, hogy azért atomfegyverkeznek, hogy megfelelő körülmények között... Pakisztán igen, Kína nem, illetve India nem, de... Hát, de India is azért fegyverkezik. Nem, hogy... India, Kína miatt atomfegyverkezik. Hát minden esetre ő közöttük erős, tehát ős ellenségek, azért ezt leszögezhetjük, ugye? Hát igen, a válás után... Na most Pakisztán és Irán, hát elég rosszban vannak, de olyannyira, hogy fegyveres, jól mondom, megkövető fegyveres konfliktusba hát is egy csapásváltás volt. Keveredtek nem régiben, ami azért egy atomhatalommal szemben elég kockázatos, abba is hagyták. Csak azért mondom, mert ez nemrég történt, tehát van egy kis, tehát némi analógiát felfedezhetünk, hogy Irán fegyveres támadást intézett egy atomhatalom ellen. Ráadásul egy muzulmán atomhatalom. Egy muzulmán atomhatalom, de szunita, tehát ilyen szempontból ellenséges atomhatalom ellen. Na, de a lényeg, hogy ugye akkor Irán és Pakisztán ellenségek. Pakisztán és India is ellenségek, tehát ez nem eredményezi azt, hogy India inkább barátja Iránnak, és ezért Izrael... De most igen, nem igen. Akarom túlbonyolítani, de azért ez felmerülhet ez a kérdés. Hát ez az ellenségem ellensége, a barátom, ez azért sokkal bonyolultabb, mint ahogy ezt szoktuk gondolni. De most nem a barátság, de egyáltalán a hozzáállásban nem lehet ennek jelentősége? Beszélek, igen. Mert ugye Indiának azért fontos lenne, hogy a Hormuzi szoros ne zárja le, adott esetben ne történjen ott nagyobb probléma. Ahol éppen most foglaltál, Irán egy izraeli tulajdonú konténerhajó. Igen, úgyhogy ott én itt szerintem még nem jutott el oda a két ország közötti kapcsolat, hogy ilyen szinten a Pakisztán kapcsán, hogy ellenségem, barátom, ez ilyen mélyen együttműködne. Még nem jutott ide. Kérdés, hogy el fog eljutni a jövőben. Ezt mondom én is, hogy ez... Csak mert Indiának nem olvastam a reakcióját. Nem nagyon. Mindenki vár. És ki? Kína? Nagy követ. Kína, azt mondtam, hogy kiadott egy nyilatkozatot. Ja, amiben erősebben ítélt el Iránt, és igen. Hát így... ja, a kínaiak egy óriási nagy csapdában manőverezték magukat, ugye, hogy ők az ő külpolitikai alapelveik, ez a merev 19. század, 20. század fordulóján érvényes szuverenitás, meg területi integritás, meg ilyen kérdése, ugye ez az ő szövetségi politikájával ellentétben áll, mert olyan államokkal van kvázi szövetségben, amelyik ezeket lábba, ugyan állandóan hangsúlyozzák, de lábba a tiporják, lásd például Oroszország. Irán, illetve India most már minden országot felsorol, Kína nehezen tud ezzel mit kezdeni. De miért ez a szuverenitás, meg ilyesmi, ez egy elavult dolog?
Mi nem erre hivatkozunk Ukrajna esetében? Az az értelmezése, amit a kínaiak meg az oroszok vallanak, az igen. Oké. Elég alaposan körüljártuk, tehát akkor gyakorlatilag arra tippel a társaság, amire egyébként az összes nyugati vezető, és most közben olvasom, hogy Macrontól kezdve mindenki, Cameronig mindenki próbálja lebeszélni, hogy finoman fogalmazzak, Izraelt, tehát annyira próbálják lebeszélni, hogy azt mondják, hogy legközelebb már mi segítünk, hogyha arról van szó. Viszont azért nem csak ez van, hanem ebben a hangban egyre erősebbek, például a Cameron, éppen most olvastam ezekben a percekben, nagyon szigorú szankciókat ígért Irán ellen. Lehet-e még Irán még jobban szuttyongatni ezekkel a szankciókkal? Ja, például arról se beszéltünk, hogy azért ugye az amerikai politikának, ennek a demokrata párti politikának volt egy ilyen szankció felpuhító jellege, hogy Iránnak adjunk egy kis teret, hogy ez most azért visszakeményedik majd nagykövet úr? Ugye ez az egész politika rendkívül ellentmondásos. Ugye a Biden kormányzat mikor hatalomra lépett, akkor már csak azért is, hogy más csináljon, mint Donald Trump csinált, ezért megpróbált kibékülni ezzel-azzal-amazzal, meg kritizálni ezt-azt-amazt. Ugye rosszul választotta meg, hogy Iránnal próbált békülni, és Szaúd-Arábiát kritizálta, holott pont fordítva kellett volna, de hát aztán rájöttek, hogy ez így nem működik, és most már azért rátaláltak, hogy mi van. Ugye mostanában már az amerikaiaktól se hallunk az atomalkú felújításáról, vagy felélesztéséről, már most nagyon régen nem is hangzott el erről semmi. Hogy mit lehet szankcionálni Iránon, de hát elég nehéz. Egy nagy okot jelzek, hogy az oroszok ugye már akkor is megszegték ezeket a szankciókat, mikor még megszavazták ők maguk is őket. De hát ők maguk is szankcionálva vannak, tehát végül is egymás között adhatják a szankciókat, nem? Adhatják le. Nincsenek egy másodlagos piaca? Egyszerűen az oroszok nem tartják be, sose tartották be. Általában nem szoktak mostanában a nemzetközi szerződéseket betartani. Az egy biztos pont. Tessék? Az egy biztos pont. Hogy... Igen. Az irániak hazudnak, az oroszok is hazudnak, de nem tartják be a szerződéseket. Akkor miért írnak alá velük szerződéseket ezek után? Na most már nem írnak alá, de a régi csomó szerződéseket. Jó, tehát levonhatjuk azt a következtetést bátran, hogy Irán nem jön ki jól ebből a konfliktusból, nem, ugye? Nem annyira jól, nem annyira rosszul, mint szeretnénk, ahogy reggel is mondtam, ugye erre is érvényes Bismarck mondás Oroszországról, hogy Oroszország sosem olyan erős, mint szeretne, és sosem olyan gyenge, mint mi szeretnénk. Ugye Irán is valahol ebbe a kategóriába tartozik. Úgy látszik, Bismarck jobban értette a mai világot, mint a mai politikusok jó része. Hát nem csak Bismarck, hanem akkoriban voltak még ilyen stratégiai gondolkodók, akik nagy léptékben nézték a világot. Hát igen, persze, de igen. Mit akartál? Ja, és nem. Nem, az nem. Nekem a továbbiakban az izraeli belső változások az érdekesek szerintem, mert igen. Én, ahogy mondtam, én továbbra sem számítok, ezután már pláne nem számítok arra, hogy Netanyahut. Igen, ez lett volna az álló kérdésem. Nem az, hogy lemond-e, tehát ugye megbeszéltük, hogy ki gyengült, ki erősödött, ki profitált, ki vesztett nagyjából ezen a húzavonán, és akkor most értem volna rá erre, hogy a belpolitikában szerintetek. Van egy nagyon fontos körülmény, amit viszont a magyar sajtóban egyáltalán nem olvastam, van ez a Naftali Bennett nevű ex-miniszterelnök, akit egyébként mi ebben a körben elég nagyra szoktunk tartani, magasra szoktunk értékelni, és ő teljesen egyértelműen, ő mondta ezt, amire az előbb utaltam, hogy ez nem győzelem, nem, tehát nem lehet úgy győzni, hogy elhárítjuk a veszélyt, és ez a Naftali Bennett, aki egyébként egy teljesen mértéktartó és konzervatív politikus, tehát egyáltalán nem szélsőséges semmilyen irányban, vagy eddig nem volt annak tekinthető, ő egyértelműen határozott és azonnali választ követel a Twitteren, a korábbi Twitteren, a mostani X-en. Mit szóltok-e? Hát ezzel meg vagyok lepve.
Megoldottam? Meg, azon vagyok meg. Akkor mi a válasz? Az a válasz, hogy Netanyahu lemond, akkor igaza van. Nem? Lehet, hogy nem erre célzott. Lehet, hogy nem erre célzott. Nem mindegy, adjunk nekik tanácsokat, ugye szoktunk. Azt szoktunk. Számla többet hoztál? Tehát Naftali Bennett teljesen egyértelműen azt mondja, hogy ennek az ittszernek a kihagyása az nagyon súlyos politikai árat fog eredményezni Izraelnek a jövőre nézve. Ebben szerintem most téved. Igen, de azért szeretnék arra utalni, hogy lehet, hogy téved. De Netanyahu-nak az egész politikai életműve végül is erre ment ki, hogy hagyta a dolgokat. Hát, hogyha visszaemlékezte Gázába is, mindig oda ment, visszajött. Tehát soha nem csinálta végig a győzelmeket. Soha nem győzött. Össze is omlott ez a politikai életműve. Attila szokta mondani a generációváltást. Melyik Attila? A Seres Attila szokta mondani. Nem, a Seres Attila az izraeli generáció, a politikai generációváltást, és ez a Netanyahu esetében is igaz, mert akkor ezek szerint a Netanyahu nagyon jó volt ugye abban, hogy szokták pestésre mondani, hogy szörfözött a probléma tengerén, ebben is zseniális volt, de most már ez nagyon kevés. És akkor valóban szükség van egy generációváltásra. Naftali Bennett könnyen? Olyan, azért van könnyű helyzetben, mert nincsen például pártja, nem ülő benne a Knessetben, nem. Úgymond kívülről mondja a dolgokat. De nem egy Hübele Balázs. De hát ez a kijelentés, hogy azonnal... Ez egy tévedés volt, de alapjártól nem egy Hübele Balázsról beszélünk. Ez nem, de lehet, hogy ezzel teremti meg a jövőjét, hogy... Legalábbis ő azt gondolja, hogy mást mondok, mint Netanyahu, és akkor esetleg... Igen, és adott esetben lehet, hogy úgy képzeli el a jövőjét, hogy mondjuk adott esetben idővel majd alapít egy pártot, elhalász a... De hát neki van pártja, nem? Nincs most pártja. Volt neki, de szerintem most... Kilépett, ugye? Kilépett, ugye ő azt nyilatkozta, hogy ő már soha többet a politikában van, nem? De még hát, és ezt tessék komolyan venni egy politikustól. Igen, oké. Okay. Nem tudom, miért nevetsz ezzel, nem is értelek. Úgyhogy még... Meg lehet, hogy ő is úgy számol, hogy 2026, mert én továbbra is tartom, amit itt fogadtunk egyszer, hogy meddig húzza ki a Netanyahu kormány. Nem olyan Netanyahu, ez a jelenlegi kormány meddig húzza ki. Én tartom a 2026-ot. A jelenlegi. A izraeli. 2026. Jó, azért. Orikótól nem csipkelődik csak. Igen, oda. Jó van. Szóval azt mondja, hogy a... Hogy az elmúlt 30 évben elkövettük azt a hibát, és itt Izraelre gondol, hogy folyton csak a polipnak a csápjaival küzdöttünk, és sohasem szálltunk szembe magával a polippal, ezt mondja itt a Twitteren. Rögzíti azt is, hogy az ellenség az iráni rezsim, és nem a csodálatos iráni nép, tehát azért itt elég fontos dolgokat mond, ahol a szovjet rezsimre utal vissza, hogy olyan, mint a szovjet rezsim, öreg és korrupt. Nem olyan, mert a szovjet rezsimet azért a szovjet nép nagy lelkesedéssel támogatta, míg ellenben Iránban a becslések szerint a népnek körülbelül 2-23%-a támogatja ezt a jelenlegi rezsimet. Tehát azt mondja, hogy a nyugat felgyorsíthatja Iránnak az elkerülhetetlen összeomlását okos akciókkal, hasonlóan, ahogy a Szovjetuniót is egy puskalövés. Mint például azzal, hogy nem csinálva, nem mér válaszcsapást Iránra. Nem mindegy. Jövő héten megoldjuk, idén most már nem. Jövő héten megoldjuk. Jövő héten visszatérünk erre. Jövő héten ugye úgyis vissza, már nem, jövő héten nem, már. Nem, tudom, hogy jövő héten visszatérünk, azért azt a jövő héten tudom. Már a Péter meg az András lesz a miniszterelnök Izraelben, ugye? igen, elfogadás. Jövő hétről még nem tudok nyilatkozni nektek, mert ugye jövő héten hétfőn, Pészák főünnepe van. Pészáknak a második napja attól lesz, még, úgyhogy valószínűleg nem lesz felvételünk. Attól még megoldhatjuk a problémát. Nem, hétfőn a második. Nem, hétfőn. Vasárnap este jön be. Vasárnap este jön be. Ki jön be? Azaz hétfő estig tart. Oké. Okay. Tehát akkor nem lesz felvétel, úgyhogy két hét múlva találkozunk. Az még nagyon sok idő a világpolitikában, hát úgyhogy
hogy izguljunk közösen, hogy visszacsapjon, vagy hogy ne csapjon vissza? Ne csapjon. Ne csapjon most vissza. Ne csapjon. Most tehát ebben a körben azt tanácsoljuk Izraelnek, hogy két hétig még ne csapjon igen, vissza, igen. Két hét múlva találkozunk. Mondjuk meg a Péternek, hogy ez a hajad Izraelnek a fő motíva kéne, hogy legyen, nem? Igen, igen, majd arra és visszatérünk. Kívánjuk a nézőknek boldog kivonulást. Azt is, igen. Egyiptomból is kóser Pészakot mindenkinek. Hák Pészak személyek mindenkinek. A viszont hallásra, viszont látásra.